azok bírálják a pedofília kérdésében a kormánypártot, akik a gyermekvédelmi törvényt a parlamentben nem szavazták meg. A Fidesznek a központi üzenete az, hogy a gyermekeink védelme mindenek előtt áll. A személyes felelősséget Novák Katalin és Varga Judit ebben a kérdésben, hogy politikailag lehet -e ezt követően támadást, eredményes támadást indítani ellenzéki oldalról a kormány ellen, az én megérzésem az az, hogy nem. Köszöntöm kedves nézőinket, eddig azzal a hevülettel készítettük adásainkat minden csütörtökön, hogy Szlovákiában köztársasági elnökválasztás, majd ezt követően európai parlamenti választást tartanak. Most már tudjuk, hogy Magyarországon is az LP választás mellett egy köztársasági elnökválasztásra is sor kerül, igazott nem közvetlenre, mint nálunk, hanem a parlament általira. De nem mondhatjuk azt, hogy ami történt, az példátlan, nem kell visszamennünk egész nagyedik Károly Eckarszony nyilatkozatáig, hiszen ott van Schmidt Pál, vagy éppen Tildi Zoltán, akik szint úgy lemondtak a köztársasági elnöki tisztségről, hogy milyen körülmények között, illetve minek hatására. Azt most ne vitassuk meg. Milyen helyzetet teremtett ez a magyar belpolitikában, Zsolt? Arra figyeltem fel a, abban, amit mondtál, hogy Szlovákiában közvetlen elnökválasztást rendeznek, Magyarországon pedig 1990 óta a parlament választja az elnököt, és most az ellenzéknek az a témája, hogy Magyarországon is közvetlen államfőválasztás legyen. Én ebben azt látom, hogy az ellenzék ott folytatja, ahol abba hagyta. Nincs közös jelöltjük, és ilyen módon egy szerte ágazó jelöltállításba mennek bele, így aztán nem lesz megfelelő számú képviselő jelölt, akinek az ajánlásával a kormánypárti jelölt ellenében elindíthatnák az ő jelöltjüket. Így aztán marad ez a politikai agenda. Hogy közvetlen elnökválasztás, amire nyilván jelen körülmények között a parlamenti matematikát látva nincs esély. Tehát azt tudom neked a kérdésedre válaszolni, hogy ugyan valóban megrázta a magyar nyilvánosságot, és én azt gondolom, hogy a magyar jobboldali tábort is ez az ügy, amit végignéztünk. Ellenben a politika a működését ott folytatja, ahol abba hagyta. Tehát azt gondolom, hogy egy súlyos áldozatot kellett hozni a magyar jobboldalnak oldalnak, Novák Katalin köztársasági elnök nem mondásával, illetve Varga Judit visszalépésével a közéletből. Mindketten olyan arcai voltak a magyar jobb oldalnak, illetőleg a keresztény konzervatív nyilvánosságnak, amely, amelyre lehetett támaszkodni, tehát erőt adtak ennek a közösségnek. Ám de azt is lehet mondani, hogy a kormánypárt Jól kezelte a kialakult politikai válságot. Abban a pillanatban visszahívta, vagy hát impulzust kaptak a köztársasági elnök is és Varga Judit is, hogy a helyzetük tarthatatlanná vált, amikor ez már egy nagyon káros folyamatot indíthatott volna el. Ne felejtsük el azt a különbséget, ami a magyar-baloldalt jellemzi az elmúlt évtizedekben, és ezt a példát, amit most nyilván nehéz döntést hozva. Novák Katalin elnök azt, hogy meghozott. Júcsony Ferenc 2006-ban, amikor vállalhatatlan volt a helyzete, nem vállalta a felelősséget, és hát rá is ment az ő politikai oldala, a magyar baloldal azóta nem talál magára, és a keresztény nemzeti oldal pedig a sokadik kétharmados győzelmet aratta 2022-ben a választásokon. Nyilvánvalóan jól kezelte, és azt gondolom, hogy Novák Katalin és Varga Judit döntése is elég gyorsan érkezett. A közvélemény egyértelmű választ adott arra, hogy ez a pedofília Magyarországon elfogadhatatlan, és beszéltünk arról, hogy Szlovákiában hogyan próbálják a témát relativizálni. És az is érdekes lesz, hogy Gyurcsány Ferenc, akit említettél, ugye 18 év után ugyanúgy nem tudja kezelni ezt a kérdést, tehát hétfőn az ATV műsorában kirohant a műsorvezető ellen azért, mert azt nem merte neki mondani, hogy ő nem mondott le a jobb oldalon látjuk, hogy lemondanak, hogyha valamilyen problémás helyzet kerül a terítékre, amelyet nem tudnak másképpen oldani. És hát egy érdekes momentumat is említenék. Tudjuk azt, hogy Szlovákiában is államfőválasztás lesz, ahogy elmondtad, és ugye most úgy nézett ki, hogy mind a két országnak női köztársasági elnöke volt, az már biztos, hogy a Szlovákiának férfi köztársasági elnöke lesz, ugye mi a jelöltek közt nincs hölgy, és hát egyre inkább úgy néz ki a nevekből, amelyek fölmerültek, hogy Magyarországon is férfi fogja ismét a köztársasági elnök pozícióját betölteni. Érdekes lesz, hogy ebből a szempontból már hogyan változnak a kapcsolatok, akár külpolitikai szinten. Tudjuk, hogy igazából a miniszterelnökök határozzák meg egy országnak a politikáját és láttuk azt, hogy Orbán Viktor és Robert Fico viszonylag kiegyensúlyozott kapcsolatot ápolnak, hát meglátjuk, hogy köztársaság elnök szinten hogy lesz ez, mert Magyarországon nagy változás nem várható ideológiai téren, de Szlovákiában ez egy nagy kérdés. Az, ami pedig azt illeti, hogy mi történik most a magyar politikában, én úgy látom, hogy a Fidesznek szüksége lesz néhány héttel, amikor az leginkább az LP választás kapcsán majd rendeződni tudnak a kérdések, hogy Kivezeti a listát, hogyan uh, fog ez a lista összeállni, és hogy az ellenzék mennyire tud erre választ adni. De ami jelenleg uh, látszik, az, hogy uh, ugyan úgy képtelen bármiféle értelmes választ adni a magyar lakosság felé az ellenzék, és ez pedig azt is jelenti, hogy a Fidesz túl nagy problémában nincs. novak Katalin lemondása egy hétvégi történés, azóta eltelt néhány nap. Többféle irányból is közelítették, elemezték, hazai és nemzetközi porondon egyaránt. De talán a legtöbb átlagembert az érdekli, hogy egyrészt ez hogy történhetett meg, tehát hogy ez az apparátus hibája -e, vagy Novák Katalin személyes felelőssége. Ugye tudjuk, hogy az apró betűs részig bizonyos pozíciókban az emberek nem olvasnak el mindent, amit eléjük tesznek. Hogy történhetett -e szerint ez szerinte Zsolt? Ugye itt leginkább az az érdekes, hogy miért került olyan helyzetbe Novák Katalin és a kormánypárt, hogy az államfő széke tarthatatlan volt. Egy olyan téma került itt terítékre, ami a Fidesznek az egyik központi üzenete, ez pedig a családpolitika, illetőleg a gyermekvédelem kérdése. És egy olyan kommunikációs offenzíva indult ebben a kérdésben, amiben megfelelő időben kellett lépni. Tehát van olyan helyzet a politikában, amikor nem megmagyarázható a az az álláspont, ami, amit valaki valamilyen okból képviselt. Az ember még el is fogadja azt, hogy az ember tévedhet, tévedhet az államfő is, vállalja ezért a felelősséget, amit tiszteletben kell tartanunk. Én azonban ennél fontosabbnak érzem azt, hogy amennyiben ez a botrány, meg nevezzük ennek, megrázta a magyar politikát, lehet egy olyan hatása is, hogy valamilyen módon lesz egy, lesz egy össze tartozási és megerősödhet az összetartozási érzés a jobboldali közösségben. Hogyha a kérdést tud tennéd fel, hogy ennek milyen következményei lesznek a politikára nézve, én azt gyanítom, hogy néhány hét után a sorok rendeződhetnek, és az ellenzék legfeljebb abban reménykedhet, hogy a Fidesz felé talán kevésbé elkötelezett választók egy része egy időre elbizontalandódott, tehát hogyha Jósolni lehet, akkor azt lehet mondani, hogy esetleg az ellenzék abban bízhat, hogy néhány kormánypárti érzelmű választó otthon marad egy következő választáson. De én nem látom azt, hogy az ellenzék ezt a témát politikailag ki tudta volna használni. Ezért is utaltam az elején arra, hogy én nem látom, hogy az ellenzékhez tömegesen pártolnának át a kormánypárti voksolók, hiszen semmi olyan politikai üzenetet nem kínál az ellenzék, amivel ezt ki tudná váltani. Hát el ne felejtjük, azok bírálják a pedofília kérdésében a kormánypártot, akik a gyermekvédelmi törvényt a parlamentben nem szavazták meg. A Fidesznek a központi üzenete az, hogy a gyermekeink védelme mindenek előtt áll, el ne felejtsük Orbán Viktor, Fontosnak érezte néhány nappal a botrány kirobbanása után egy alkotmánymódosítást kezdeményezve leszögezni, hogy ebben nem enged a Fidesz. A személyes felelősséget Novák Katalin és Varga Judit ebben a kérdésben, hogy politikailag lehet -e ezt követően támadást, eredményes támadást indítani ellenzéki oldalról a kormány ellen, az én megérzésem az az, hogy nem. Tehát ilyen módon sokkal inkább fenyeget esetleg az, hogy lesz egy réteg, amelyik elbizonytalanodik a kormánypárti szavazók körében, de azt a politikai munkát, amit a Fidesz felmutatott az elmúlt években, az azt mutatja, hogy ha ez a folyamat folytatódik, ezek a választók visszatalálhatnak. Ellenben az ellenzék részéről továbbra is a teljes szétesettség látható, az alternatíva nélküliség látható. Ilyen módon én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez a visszavonuláshoz vezető botrány, ez nem változtatja meg érdemben a magyar politika mozgásterét. Azzal kezdtük, hogy Szlovákiában közvetlen még Magyarországon parlament általi elnökválasztás van. Itt ezekben az országokban, ahol az elnöki funkció jobbára protokollár is, ha talán tőlünk érne a Magyar Parlament tanácsot, hogy ott is közvetlen vagy közvetett választás legyen, amit mint javasolná nekik Péter megéri. Én személy szerint azon csodálkozok, hogy most az ellenzéknek az a legnagyobb problémája Magyarországon, hogy miért nem a nép választja a közszállási elnököt. Hát láttuk az elmúlt választásokat, hogy ők mennyire tudják megmozgatni mondjuk a saját szavazóikat. Tehát nem feltétlenül lenne az ő nekik annyira hasznos, hogyha a nép választaná. Tehát nem hiszem, hogy tudnának egyáltalán egy olyan jelöltet állítani, amiben mindannyian megegyeznének, és az a jelölt elfogadható lenne akármi néhány jobb oldalé szavazó számára, hogy egyáltalán esélye legyen mondjuk egy fideszes jelöltel szemben. Tehát ez egy elég érdekes dolog. És az is érdekes dolog, hogy Szlovákiában, ez hozzá vagyunk szokva, most már, de hát látjuk, hogy a kampányban már néhány hónappal a választások előtt mi történt, és lassan ugye a finisbe érkezünk, de és még várhatunk nagyon durva kampánymódszereket. Csak még egy momentumra szeretném felhívni a, nézőink figyelmét, hogy a Magyar liberális média most ugye nekiment annak, hogy pedofil ügyek. Érdekes, hogy a Szlovákiában teljesen más a helyzet. Néhány évvel ezelőtt tapasztalattuk, hogy a legnagyobb múltú szlovák liberális lap elkezdte ezt a témát, hogy is mondjuk finoman kezelni, és próbálta az embereket meggyőzni arról, hogy ezt kicsit érzékenyebben kéne kezelni is. Láttuk, hogy a, a egyik vezető újságíró ismét erre tett próbálkozást, tehát hogy Szlovákiába kicsit másképp kezeljük a dolgot. Én is szeretném egyértelműen elmondani, hogy erre nincs semmi fajta kezelési módszer, a pedofília teljes mértékben el kell ítélni, csak nehogy oda jussunk, ahova jutottunk 2020 környékén, hogy a 2010 táján még teljesen nonsense, transgender propaganda, az most már a nyilvánvalóan a mindennapi közbeszéd része lett, tehát erre is van esély. Éppen ezért volt nagyon helyes válasz, amit a, a Fidesz hozott, és ez a döntések is, amit a felelős politikusok végrehajtottak. De hogy a kérdésedre válaszok. Én azt mondom, hogy lehetne akár az is, hogy a nép választa, de az eredmény szinte biztos, hogy az lenne, mint hogyha a parlament dönt róla. Ugye ja, nekünk még néhány hónapig van női és közvetlenül választott köztársasági elnökünk, aki között és a miniszterelnök között, ugyan Péter így átevezett Szlovákiába a Dunán, most éppen fornak az indulatok. Erre mindkettejüknek kölcsönösen volna oka, hisz ha visszalapozunk az elmúlt évekbe, kölcsönösen följelentették egymást, meg üzengettek, beszólogattak egymásnak úgy a közösségi médiában, mint a politikai kommunikáció egyéb felületein. Ugye most éppen a büntetőtörvénykönyv, illetve a szolgálat vezetőjének kinevezése a Kázus Belli. Zuzana Csaputová köztársasági elnök kifogásolta, hogy ugye múlt csütörtökön fél kilenc tájban elfogadták a büntetőtörvénykönyv módosítását. Ennek ellenére csak hatnapos késéssel tegnap szerdán kapta meg az elfogadott törvényt aláírásra, ezért még átgondolja, hogy holnap az, az pénteken mit mondjon ezzel kapcsolatban, mi indokolhatta vajon ezt mert képviselőinek késlekedését. Hát ugye nem vagyok alkotmányogi szakértő, meg az eljárásrendet sem ismerem minden betűjét, de itt ugye hétnapos határidő áll rendelkezésre átküldeni. Igen, de ugye volt még Pavol Paska, a megboldogult Pavol Paska házelnöksége idején az egyik törvényre, már konkrétan nem emlékszem melyikre, azt szinte így futárral küldették le a köztársasági elnöki palotába, hogy minél hamarabb odaérjen. Tehát ha van akarat, akkor azt a fél kilométert, ami ott a Várdomból lefelé van, az nagyon gyorsan Én, én lehet értem, tenni. Mert valószínűleg ez a fontos kérdés, amit feltett, hogy miért kellett ezzel várni. Hát láttuk azért, hogy milyen botrányos jelenetek között fogadta el a törvényhozás múlt csütörtökön a BTK módosítását. Elképzelhető, hogy úgy gondolkodtak a kormánypártnál, hogy néhány nap után ez már kevésbé lesz annyira a nyilvánosság előtt, amit úgy gondoltunk, hogy az ellenzék napirenden tudja tartani a kérdést, ugye voltak ott botrányos elemei ennek az elfogadott BTK-módosításnak. Az az érdekes, hogy, hogy vajon hogyan fog reagálni az államfő, ugye a döntésétől azért sok minden függ. Ha visszaküldi a parlamentbe, akkor a kormánykoalíciónak lehetősége van arra, hogy a jogalkotási, mondjuk itt csacskaságokat, azt jóvá tegyen, Nem is voltak ezek csacskaságok, hanem súlyos politikai hibák, legyünk egészen őszinték. Ugye itt a kiskorúak és a nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények elégülési idejének megfelezése. Szerintem ez ugyanolyan társadalmi konszenzus övező kérdés, vagy övezte kérdés, mint a pedofília kérdése. Mindegy, hogy Smerre vagy a PSZ-re szavazott a választópolgár, egy ilyen módosítást erkölcsi alapon elutasít. Tehát ez azt kell mondjam, hogy politikai hiba egy ilyet elfogad. Múlt vasárnap hallgatva Sutajastok belügyminisztert, én úgy értelmeztem az ő szavait, hogy ezeket a módosítási kezdeményezéseket meg is fogja tenni. Tegnap nagyságrendleg arról szóltak a hírek, hogy ugye a Zifia Big Gaspar, lehet a CISZ vezetője, és hogy ezt hogy elítéli jóformán mindenki. Csaputóval még a szóvőjén keresztül utalt arra, hogy majd később fog ezzel foglalkozni, de szerintem a szver szeretné most egy kicsit elterelni a figyelmet erről a kérdésről, és úgy próbál új problémákat felvetni. Én még azt is el képzelni, hogy ebbe az egész módosításban szándékosan vannak valami hibák, hogy azok elvigyék a, a figyelmet, aztán lehet, hogy a figyelmetlenségből, de az, ami a parlamentben zajlott ugye több héten keresztül, melyik az a választó, melynek? Kedve lesz elmenni idén még kétszer vagy háromszor fogsolni, az kérdéses. Én van. csatlakozom hozzá Péter. Az el nem kötelezett választó, ha van ilyen nyilván azért vannak elég nagy számban, ha valaki vette a fáradtságot és élőben követte a parlamenti közvetítést, akkor valóban az apátiát fokozta, hiszen hiszen egy bohóckodás volt, egy alpári bohóckodás, amit ott láthattunk. Az ellenzék részéről, akiknek alternatívát kellene kínálni a kormány javaslatával szemben. Tehát az ellenzék ment abba a csapda helyzetbe bele ugye nem szakmai vitát kezdeményezett, mint ahogy ők ezt fennel hirdették, hanem, hanem tulajdonképpen egy ilyen parlamenti ripacskodásba csaptak át, és ezzel azt hiszem, hogy a kormánypárt malmára hajtották a vizet. Számomra ennek a hétvégének, meg úgy általában az elmúlt napoknak az a tanulság, hogy vannak olyan ügyek, amelyek össztársadalmi ügyek, és nem a idegpolgárháborús polgárháborús logika mentén érzékelhetők, vagy értelmezhetők. Úgyhogy ebből az már vagy kifarol, vagy ráég. Ez meggyőződésem. Esetleg ez Boris Szuszko igazságügyi miniszter székébe is kerülhet, mert hogy ez valakinek ezt a társadalmi felháborodást, ezt tehát az emiatti balhét úgymond el kell vinni, ő lesz az, aki visszamehet a balettbe beugrálni. A, mert a személyi kérdésekhez mindig elég otrombán nyúl, tehát gondoljunk csak Robert Kalinyákra, nem egy érzékeny lelkű legények ilyen szempontból. Nem gondolom, hogy beismernék ezt a verességet. Most így, amikor két választás vár rájuk, ez szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy ezt meglépnék. Logikailag nem érzem azt, hogy erre szükség volna, és követve azt, amit a a kormányoldal és az ellenzék kommunikál akár a közösségi felületein, ahol ugye elsősorban azt mert csak ott kommunikálja az üzeneteit, vagy a Robert Fico, én azt látom, hogy erre nem kerül sor, de aztán tévedhetek. Azért ez is egy tanulság ezeknek az elmúlt napoknak, hogy a politikának sosincs vége. Tehát sokszor már-már az elemzők is, beszélve akár a szlovákiai parlamenti választás eredményeiről, vagy a magyarországi belpolitikáról 2022 után, jóan olyan megjegyzést tettnek, hogy, hogy, a belpolitika az már-már unalmas, már-már érdektelen. Ez sosincs így, mindig is érdemes azért az éberséget megőrizni. Nincs olyan helyzetben egyetlen kormánypárt sem, hogy, hogy mindent megtehessen, és a hiba lehetőség az benne van a rendszerben. Azt már pedig a hatalomépítésnek még a kezdetén van, és rögtön egy ilyen, mondjuk egy óriási hibával kezdi a kormányzását, és ezt az ellenzék nem tudja kihasználni. Szerintem ez is egy olyan, olyan helyzet, amit hosszasabban lehetne elemezni. Már korábban elmondtam, hogy Gyurcsány Ferenc és Matovics hasonlóságát, de azt veszük, hogy a legnagyobb ellenzéki pártnak nincs vezére, és továbbra sincs. Tehát továbbra is azt látjuk, hogy Simecska erre alkalmatlan, Spisiak kommunikációs szintje nincs meg ehhez, szerintem. Ő esetleg lehetne, de igazából nem látok a PSZ-en belül Ilyen szemét a KDH lényegében, mintha ott se volna. Hát, és hát az Olano, vagy a Szlovénskóból, Matovicson kívül. Ugye, Brocsko... Ez bomlásnak indult, szóval utazásnak. A volna a leghangosabb, de hát ő tényleg egy bohóc szerepnek illik be, amit ott csinál. Kétségkívül izgalmas az, ami a szlovák ellenzék házatáján történik, azonban még maradjunk a köztársasági elnöki palota házatáján, vagy ha úgy tetszik kertjében. Ugyanis nem csak a büntető törvénykönyvet küldték át aláírásra, ugye ezt holnap kövessék a mai héten, hogy Zuzana Csaputóvá mit fog tenni, hogy alá is írhatná, ezen meglepődnénk, vagy visszaküldi újra tárgyalásra, akár azokkal a javaslatokkal, amit Robert Fico javasolt neki. Ez annyi az esélye szerintem, mint, mint az aláírásnak magának, illetve az Alkotmánybírósághoz is fordulhat, ezt 24 órán belül valószínűleg megtudjuk. Viszont egy újabb botránykő lehet a titkos szolgálat vezetőjének kinevezése aki hát ugye Tibor part még azt már sem merte oda tenni, de hát szerencsére van neki egy fia, aki hogy, hogy nem az említett igazságügyi minisztériumban államtitkár, titkosszolgálati múltja legalábbis nyilvánosan nincsen, ő lehet az SCS vezetője a következőkben. Hogyha megnézzük a nyugati titkos titkosszolgálatokról elérhető információkat, érdekes mód, ott az egyes vezetők, egyes vezetők karrier ideje nem kötődik a parlamenti, vagy amilyen van náluk választásokhoz. Nálunk ez szinte egybevág, Mármint, a... hogy lecserélik a Így van, tehát ott, is uh -huh. ott uh, meg tudták őrizni. Most az a kérdés, hogy a Szlovákiában a szolgálat mindig egy politikai bunkó volt. Ha visszagondolunk Vladimir Mecsiár és Ivan a időszakára, a Pcsolinszki féle botrány óta, ugye hát nem gyakori, amikor az SCS vezetőjét bilincsben elviszik, um, Viszonylag csend volt a szolgálat Ez egy vihar előtti csend, vagy az a normális, hogy így kell ennek a szervezetnek működnie? Nyilvánvaló, hogy ifjabb Gáspar is politikai kinevezett, tehát ebben én nem látok különösebb meglepetést, és én ezt egy olyan ügynek tartom, Lassi, amit itt előbb Péter vetett föl, hogy van egyfajta fekete-fehér logikája a politikának, hogy a kormánypárti választó ezzel azonosul, az ellenzéki választó pedig annak rengeteg úgy szerint felháborodik. Nem hiszem, hogy Pavol Gáspár kinevezése a SMART társadalmi támogatottságát megrendíteni, és azt sem hiszem, hogy az ellenzéki oldal ebből olyan erőt tudna meríteni, ami mondjuk újabb lendületet adhatna a tüntetéseknek. Az kétségtelen, hogy témát adhat a sajtónak, témát adhat a közbeszédnek, hogy miért tartotta fontosnak éppen Tibor Gaspar fiáta a, a szlovák információs szolgálat élére állítani ez a kormánykoalíció, de ha a politikai veszteség vagy politikai haszonszerzés kérdésében értelmezzük ezt a felvetést, akkor itt én ezt egy zéró összegű játéknak gondolom. Úgy értem, hogy nem fog veszíteni azt már, és az ellenzék sem fog ezáltal újabb szavazókat bevonni. Zuzana Csaputóvá köztársasági elnök viszont azt üzente Robert Fiszonnak, hogy vannak fontosabb dolgai is, mint az SCS vezetőjének kinevezése, ezért az elkövetkező napokban nem fog ezzel foglalkozni. hogy a Grasakov is palota lakója, mindenkori lakója az, aki a reggeli kávéja mellé az SCS jelentését is megkapja napi szinten. Vajon helyese a köztársasági elnök részéről ez az álláspont? Hát ha kicsit bulvárt akarok előhozni, akkor valószínűleg a bulvár bulvármagazinok olvasói azt is tudják, hogy Susanna Csaputónak tegnap milyen fontosabb dolga volt, Valentin nap volt, és ugye már látottak képet a, a, odafigyelők, de hogy a viccet félretegyem, én szerintem ez egy lufi, és teljesen igaza van Zsoltnak, a választókat nem sűrűn érdekli a eddig sem érdekelte. Az, hogy Pszolinszkit oda helyezték, ugye a testvére parlamenti képviselő volt. Láttuk azt, hogy Matovic Matovics és Boris Kollár hogyan vitatkozott, és hogyan vitték el ugye Csolinszkit az SCS élérő. Hát akkor is sok minden felmerülhetett az emberekbe, csak az nem, hogy tisztességes dolgok történtek itt is, ott is, tehát akár a Nakánnál, akár a CISZ-nél, tehát ez valószínűleg a jövendő időszakban is így lesz. Nem hiszem, hogy túl sok bizalomgerjesztő változás fog következni. Ez Zuzana Csaputóval szerintem már teljesen kicsekkolt abból, hogy a, hogy ezt mert mondjuk reformálni tudja, meg Ficot nem sűrűn érdekli. Azt látjuk, hogy kommentálja, mert ez hatásos lehet számára a kampány során, de egyébként olyan mértékben nem tudja befolyásolni a szavazóit. Én azt gondolom, hogy ez inkább azoknak szól, akik még nem a Ficot támogatják. Az, hogy Gaspar fia lesz ott, az arra biztosíték, hogy nem fognak kiderülni merhez köthető emberekről van dolgok, amelyek kiderültek az elmúlt három évben. Arra nagyon kíváncsi hogy mi fog kiderülni az előző kormányzati időszakról. Ezen a téren én többet várnék a jelenlegi kormánytól, hogy akár ugye a Covid időszakot majd vizsgálni fogják, kiderülnek bizonyos információk. Szabad ne feled, Péter Ján Mikász, országos tiszti most visszahívták, és alig ha véletlenül ettől a vizsgálattól, amit az SNS akart minden áron keresztül vinni, bár Pellegrini úgy fogalmazott, hogy itt egy rádió volt, ha jól emlékszem, személyben erről szó esett, hogy hát ez a kormánynak a közös uh, terve, hogy amit már azt hallja a pedig... Pelegné, hogy ezt olyankor már azonnal azt mondja, hogy ezt én is akarom nyilván ugye a kölcsönös beszólogatások mezején járnak a nagy koalíciós egyetértésben. Én nem tudom, hogy mi zajlik most az SNS és a Halasz között, és hogyan fognak végül is megegyezni Dankoval arra, hogy ugye majd támogassa Pelegrinit. nem tudom, hogy ez hogyan fog lezajlani, de az igaz, hogy... De abban igazad van, hogy ez a járványkezelés, ez egy olyan olyan téma lehet, amivel a szmer még új választókat tud szerezni, el tud venni bizonytalanokat, vagy az ellenzékhez csak gyengén kötődő választókat. Ez vagy akár a kötődőket is, ugye? Hát egy közötti versenyben igazad van a cipersz. De nem hiszem, hogy mik az annyira egybe égett volna mondjuk a Olanoval vagy Matovicssal. Lehet, hogy uh, nyilvánvaló. Jó, hogy... ez találgatás a részemről, de a visszavonás egyfajta cserét ezen keresztül üzen, hogy ott, ott valamit vizsgálni érdemes. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan fog belenyúlni a politikába akár a NAKA, akár a akár a szisz hogyan fog a háttérben működni, erre vagyok nagyon kíváncsi, mivel ez alapjaiba fogja meghatározni, hogy Szlovákia hova tart, és jogállamiságról ki hogyan vitatkozik, és az Európai Unióban is majd mit fognak mondani Szlovákiában, azt talán annyira nem határozza meg a szlovák politikát, leginkább azt határozza meg, hogy mennyi pénzt kapunk majd. Abban szerintem egyetérthetünk, hogy az elmúlt ciklusban az a rendőrháború, ami, ami kialakult, az a kormánynak ártott tehát ugye ők kezdeményeztek bizonyos politikai ügyeket, vagy legalábbis átpolitizálódtak ezek az ügyek, de a vége az volt, hogy a társadalom úgy tekintett ezekre az ügyekre, hogy valamit elkezdtek, nem fejeztek be, és kis túlzással meggyanúsítottakból sikerült mártírt faragni. És hát ez visszaütött a kormányra. Ebből az következik, hogy ha a cik, ez a ciklus ugyanígy folytatódik, hogy politikai ügyekre fogják használni a rendőrséget, meg a nokát, akkor az a jelenlegi is jó eséllyel visszaüthet. Tehát valószínűleg tanultak azért az előző koalíció hibáiból. Ha még egy mondatot elmondhatok, az viszont teljesen egyértelmű abból, hogy Gaspar fia kerül a sziszélére, hogy nagyon szűk az az elit, amiben Ficó bízik. Uh -huh. Tehát egy olyan emberről van szó, aki ugye azokon a lehallgatásokon is, amelyek voltak, a, a, ott, volt, a vadászhez. ott volt a vadászházban, és tudjuk azt, hogy a koncentrálódik a hatalom legalábbis ilyen szinten. Ugye Kalinyákból is mindenképp miniszter csináltak, hogyha már a belügyet nem tudták elvinni, mert a lasznak kellett, akkor lett a hadügyminiszter. Tehát, Ugye ott a... is van egy titkosszolgálat, egy működő titkosszolgálat. A bizalmi emberek megvannak, Fico szerintem nagyon kevés emberbe bízik, ez ebből is nyilvánvaló, hogy ez mit fog jelenteni az ország számára, arra még várnunk A három évtizedes szlovák demokráciában több volt az olyan év, amikor a rendőrséget és a titkosszolgálatot politikai célokra használták, mint amikor nem. Erre is oda fogunk figyelni a ma hét, illetve a magyar hét hasábjain. Ajánlom figyelni be a ma megjelent legújabb számunkat is, de kövessenek bennünket a Mahét. n illetve a közösségi médiában csak nem mindenhol, a Facebookon, az x az Instagramon, a Telegramon, illetve iratkozzanak fel napi hírlevelünkre a mai hét hírlevélre is. Köszönöm, hogy ma este is bennünket választottak a viszontlátásra.